A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, a Vörös Marti Társaság is megtartotta éves rendes közgyűlését, azzal a különbséggel, hogy ez egy tisztújító közgyűlés volt, és másfél évtized után, mondhatjuk így, elbúcsúzott a elnöki poszttól Bobori Zoltán. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Szervusz, jó estét kívánok. Ez egy fájó pillanat volt, nincs kétségem felőle. Hiszen én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tettél azért, hogy az ország egyik legrégebbi irodalmi közössége az elmúlt időszakban 2010-től elkezdett szárnyalni, ha úgy tetszik, függetlenül attól, hogy azért meglehetősen nehéz időszakok is voltak a társaság életében, hiszen itt volt a koronavírus járvány, az átépítés, hogy romhalmaz lett az épület belső tere is. Erről is fogunk beszélgetni, de egy kicsit akkor talán menjünk végig, hogy 2010-ben, amikor Bakonyi Istvántól átvetted a Vörösmarty Társaság elnökségét, az is egy meglehetősen nehéz helyzet volt. Hiszen zavaros körülmények uralták akkor általában a kulturális életet is, viszont az nagyon-nagyon fontos, hogy az az élettéret meg kellett tölteni tartalommal. És itt a beszámolódban is nagyon sokat és kiemelted, hogy Brájer Éva alpolgármester asszony, aki akkor a kultúráért felelt a közgyűlésben, nagyon sokat tett ezért, és nem csak ezért, hanem ide tartozik természetesen az Áron Nagy Lajos művészetbarátkör is. Hát valóban nehéz időszak volt, és hozzátartozik, hogy én a többszöri kérés ellenére, illetve a többszöri kérést azt visszautasítottam. Több okból is, hát egyrészt azért, mert itt volt még a városban közöttünk Sobor Antal, Román Károly, Dienes Otto, és sorolhatnám még azokat a nagyszerű embereket, irodalmárokat, akik talán méltóbbak lettek volna arra, hogy a Vörösmarty Társaság elnöke legyen. De végül is aztán elhangzott ott egy név, ami meggyőzött engem arról, hogy el kellene vállalnom ennek a közösségnek a vezetését, amelyik tényleg nagyon rossz állapotban volt. Elsősorban például nem volt irodahelységünk. A nagy terem az a rendelkezésünkre áll, de egyébként pedig otthontalanok voltunk a saját otthonunkban. És hát az volt az első feladat, leglényegesebb, és mindennek az alapja, hogy ezeket a helyiségeket visszakapjuk, és elkezdhessük azt a munkát, ami hát nyilvánvalóan akkor megtorpant, nehézségek voltak. És hát az volt a feladat természetesen, hogy a Vörösmarty Társaságot a régi fényében kell tovább vezetni, és méltóan. Hát nem volt nekem könnyű feladatom, elsősorban amiatt, hogy bizonytalan voltam, a Szent István Művelődési Házban eltöltött 17 esztendő ellenére bizonytalan voltam abban, hogy meg tudom-e oldani ezt a feladatot. Igen, hát az egy közműves intézmény volt, amit azért vezettél, ez viszont más. Tehát rengeteg sok egyéniség egyik oldalról, a másik oldalról pedig olyan kiemelt feladatok, mint például, ami talán az első időszakban a legfontosabb volt, hogy csapatot építs magad köré, másrészt pedig visszahódítsd azokat az írókat, költőket, képzőművészeket, az Áron Nagy Lajos baráti kör tagjaira gondolok, akikkel ez egy egységes közösség lehet. És aminek az egyik talpontja volt a vár. Igen, teljesen jól látod, hiszen egy igazgatói pozícióból egy közösséget irányítani az más, mint tulajdonképpen egy baráti társaságot, ahol éppen úgy, mint az előző esetben, és minden esetben egy közösség életében
különböző emberek vannak. Most ezek a különböző emberek mind azt várták, és azt várják, hogy új korszakban egy új virágzást indítson el az ember, energiát adjon, programot adjon, jövőképet adjon. Eddig rendben is van, minden közösség ezt jól látja, elfogadja, támogatja. Csak aztán, amikor jönnek tulajdonképpen a sikerek az ember számára, meg a közösség számára, hát akkor már változik sok minden. Igen, hát tégláról téglára kellett itt építkezni, nyilvánvaló, és mondom, a vár az kiemelt jelentőségű volt, hiszen ma is egy olyan folyóirat, ami azt hiszem párját ritkítja, van számtalan az országban, de nekünk, a szívünknek nyilván ez a legkedvesebb. Ami viszont kiemelten fontos volt, hogy nem álltatok meg Székesfehérvár, vagy ha úgy tetszik, a szűkenvet agglomerációs övezet, vagy Fejér megyenél, hanem lefettétek bizonyos értelemben, vendégekkel értelemszerűen az egész országot, sőt, ami a, talán a legfontosabb, az egyik legfontosabb, elindult a határon túli irodalom napjai. Ami azt hiszem, hogy egy fantasztikus történet, és a közösség életének az egyik legfontosabb rendezvénye. Pontosan így van. Még az első gondolathoz annyit hozzáteszek, hogy egy jelentéktelen, semmit mondó vár kapujánál nem áll egy jelentős imurdzsák had, de egy olyan vár esetében, amelyikben értékek vannak, és kincs, és nagy szerepe van adott környezetben, akkor megerősödik ez a imurdzsák had, és hát különösen jelentős volt ebben az értelemben a vár. Nagyon nagy szerencsém volt abban és azzal, hogy a korábbi tevékenységem miatt nagyon jó kapcsolataim voltak országhatáron belüli közösségekkel és a határon túli közösségekkel egyaránt, és őtőlük rendkívüli segítséget kaptam, pontosabban segítettünk egymásnak. Hát a vár az a határon túli magyar írók körében és a magyar olvasók közönség körében nagyon, nagyon jelentős kiadvány. És ennek meg is volt az eredménye, nagyon szívesen közöltük és küldtek írásokat a határon túli költők, írók nekünk. Hadd legyek egy kicsit elfogult a saját munkánkkal szemben, de nagyon nagy szerepet játszottunk abban, hogy a határon túli magyar író közösségek magukra találtak az elmúlt 20 esztendőben, és fölerősödtek, és erősítettek minket, erősítettük egymást. Hát éppen ezért volt ez egy gyönyörű időszak az életemben, mint minden időszak. Ugye nem szabad megfeledkeznünk azokról, és most néhány határon túli magyar írót hadd nevesítsünk, hiszen Kapdebó Tamás vagy Ferdinándi György a világ végéről jött haza a kedvetekért, a kedvedért, illetve hát és ott vannak a szűkenvet kárpát-medencei írók, mint aki nincs köztünk már, Szilágyi István, de Tari István, Bata, Vári Fábián, Ciri, Kontra, Dubka, Bence Lajos, stb. Hadd ne soroljam, mert igen, napestig tartana, akik letették a voksukat a vár mellett, a Vörösmarty Társaság mellett, a határon túli irodalom napjai mellett. Igen, és hát nyilván nem is célja ennek a felsorolásnak, de az, hogy Amerikában, Kanadában és kanadai közösségekkel, magyar közösségekkel is kiváló kapcsolatunk volt, hát büszkeséggel mentem például Kanadába, ahol a tevékenységünkről kérdeztek, nagyon sok rendezvényen vettem részt a 30 nap alatt, és hát nagyon, nagyon jó érzés volt, és aztán kanadai íróktól is, Kanadában élő magyar íróktól is kaptunk verseket, közöltük is nagy örömmel. Szóval szép év
15 esztendő volt. És a magyar-lengyel barátság megerősítéseit Székesfehérváron is az általad vezetett Vörösmarty Társaságnak köszönhető. Tehát a határ, a lengyel irodalom napjai, most az, hogy Székesfehérvár és Opolet-Esztérváros, ez nyilván megerősíti ezt a történetet, viszont ti ezen az úton elindulva, itt Andrzej Straszewski, Sutászki, Janusz Wojcik meg annyiszor járt nálunk. Én még emlékszem olyanokra, hogy zsúfolásig megtöltötték ugye a Városháza dísztermét, és ráadásul ugye nagyon sokat voltatok ti is kint Opoléban, és nem csak Opoléban, hanem vagy Berekfürdőn is találkoztatok, tehát ezek fontos dolgok, de folyamatosan publikáltak is itthon nekünk. Nézd, én nagyon büszke vagyok arra, és remélem, hogy nem elfogultság vagy önteltség a részemről, de én nagyon büszke vagyok arra, hogy ez az irodalmi kapcsolat, ez nagyon komolyan erősítette a két testvérváros kapcsolatát. Tehát az, hogy mi minden esztendőben vendégül láttunk itt lengyelországi írókat, és minden esztendőben részt vettünk egy nemzetközi írótáborban, Lengyelországban, Opoléban és Brzegben. Ez egy rendkívül nagy jelentőségű és erőteljes kapcsolat volt. És hát valóban hadd legyek büszke arra, és mondjam azt, hogy ehhez a kiváló testvérvárosi kapcsolathoz az irodalom és az irodalmi tevékenységünk az rendkívül mértékben hozzájárult. És én nagyon sajnálom, hogy ott is gondok vannak Opoléban, megszűnt például, vagy legalábbis remélem, hogy szünetel a Brzeg-Opolei Nemzetközi Írótábor, ami az alapja volt tulajdonképpen annak a jó irodalmi közösségnek és együttműködésnek, ami itt volt. Ugye kézbe vettük a Sutászki fordításában az imaverskönyvet, a Városháza díszteremen, amiről már beszéltünk, a Wojcikest, az egy fantasztikus siker volt. Szóval ez így kerek volt. Mint ahogy az is, hogy sikerült a Vörösmarty vacsorát újraéleszteni, bár mostanában ugye nem volt, de hát ugye már beszéltünk róla, hogy azért volt itt koronavírus járvány és a többi, de azt hiszem, hogy ez is, hiszen a Vörösmarty Színházzal közös esemény volt ez. Igen, hát sajnálom nagyon, hogy akkor megbicsaklott a járvány miatt megbicsaklott ez a dolog. Én remélem, vagy kívánom az utódomnak, hogy sikerüljen ezt újjáéleszteni. Tényleg sokan kérték korábban tőlünk, hogy elevenítsük fel ezt a nagyszerű hagyományt, amit aztán sikerült tényleg Szikora János megértésével és a színház közreműködésével ezt megvalósítani. Hát reménykedem, és a jó Istent kérem arra, hogy ez sikerüljön az utódomnak. Essék szó az íróasztalról. Annál is inkább, mert ez egy is fontos rendezvénysorozat volt, hiszen bemutatkozhattak költőink, mondom ezt a mi költőink, hiszen ebben bizonyos vagyok, hogy ők is így gondolják, a Vörösmarty Társaságban az új köteteikkel. Megszámlálhatatlan ilyen találkozón voltam én magam is, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos lépcső volt. Számomra biztos, de a feleségem mindig szokott engem figyelmeztetni, meg egy kicsit, hogy is mondjam, leszállni a magaslóról, hogy talán csak nekem volt ennyire fontos, de remélem, hogy nem. Remélem, hogy nem, és abban is bízom, hogy a Sebők Melinda, aki most a Vörösmarty Társaság elnöke lett, lehetőséget biztosít nekem, hogy ez a sorozat folytatódjon, hogy vendégül tudjunk látni írókat, költőket határon belül és határon kívülről is. Ígéretet kaptam rá, nagyon szeretném, hogyha ez megmaradna. Mint ahogy fontos a költőzug. Ugye László Zsolt barátunk költőként is ismert, elismert, ha úgy tetszik, hiszen számtalan Vörösmarty gyűrű és egyéb elismerés bizonyítja ezt, ugyanakkor a költőzug is nem csak az ő fejéből pattant ki, de ő végigvitte.
És ez is fontos, hogy az alkotó, értékteremtő emberek úgy mutatkozhassanak be, hogy ne csak egy bensőséges csoport legyen, hanem az érdeklődők, a verskedvelők is megismerhessék őket. Igen, hát ezt úgy kell elképzelni. Zsolti vezetésével egy költő-író csoport, akik különböző gondolkodású emberek, talán még az irodalomról is, a költészetről, prózaírásról is különbözőképpen gondolkodó emberek, de mind alkotó és kreatív emberek, akik ráadásul egy ilyen közösségben jó barátként vannak együtt. Itt arról nincsen szó, hogy itt minden vita nélkül folyik egy vidám borozgatás, hanem ez tényleg egy bizonyos értelemben alkotó szellemű közösség. Én nagyon bíztatom László Zsoltot, hogy folytassa. Mi lesz a könyvkiadással? Hiszen tudjuk, hogy az elmúlt időszakban, ha nem is nagy számban, de az alapkönyvek megjelentek, és nem csak a költők kiadásaira gondolok, hanem azért voltak az Áron Nagy Lajos baráti körrel közös kiadványok is. Hát én nem tudom, hogy mi lesz, egészen biztosan folytatódik. Ez mind az anyagiaktól függ. Mi az elmúlt 15 esztendő alatt volt olyan év, hogy 8-10 könyvet adtunk ki. Az utóbbi években ez már egy kicsit megbicsaklott, elsősorban az anyagiak miatt, és az elmúlt könyveink jelentős részét az csak úgy tudtuk megvalósítani és kiadni, hogy a szerzők különböző módon, helyekről, támogatóktól, pályázati forrásból előteremtették a könyvkiadásnak az alapját, a lehetőséget, a pénzt magyarul. Az én legutóbbi könyvem is így került kiadásra. Tehát pontosan nem tudom, nyilván nem tudom azt se, hogy milyen lehetősége lesz továbbiakban a Vörösmarty Társaságnak, minden ettől függ. Azt azért hadd mondjam el, hogy a jövőnek az alapja az lenne, hogy a szokásos emberi gyengeségekből eredő széthúzás az ne legyen. Legyen egy egységes, büszke, irodalmi közösség a Vörösmarty Társaság, mint eddig is volt, mondhatni azt, hogy egy jó évszázada. Nagyon-nagyon fontos a pandémia időszaka. A koronavírus járvány azt hiszem, hogy megakasztotta ezt a folyamatot bizonyos értelemben, de ennél is nagyobb probléma volt az építkezés. Én ott voltam és láttam, hogy számos könyve lázott, az én köteteim is többek között, hagyjuk, ez most nem feltétlenül fontos téma. Ugyanakkor ez mintha rányomta volna a bélyegét az egész esztendőre. És nagyon keményen, és rettenetes kemény munka volt, akik bármit számon kérnek rajtunk, vagy rajtam, annak végig kell gondolni azt, hogy több mint két esztendeig olyan körülmények között léteztünk, amit elmondtál, tehát beázott az épület, hihetetlen kárt okozott a por, ami ennek következtében lett, aztán utána ez a töménytelen por beázott, átázott, mindenünk tönkrement szinte. A megígért kártérítést azt nem kaptuk meg, és pont ezért én nagyon büszke vagyok arra, hogy még ez a két esztendő is eredményes volt, és sok köszönettel tartozom azoknak az intézményeknek, és azok intézményen vezetőinek, akik segítettek minket azzal, hogy befogadtak minket, nem kértek terembéleti, stb. És a lehetőséget biztosítottak nekünk. Volt olyan városi intézmény, aki terembérletet akart kérni tőlünk a rendezvényeinkért, de a város egyéb intézményei végtelenül barátságosan és segítőkészen. Igen, ez nagyon-nagyon fontos, és ráadásul a megyében is, hiszen mi magunk is jártunk Csákváron együtt, számtalanszor Agárdon, Gárdonyban, tehát ezek nagyon-nagyon fontosak voltak. És hát hadd emeljek ki azért még valamit, ez a
Gárdony, amit említettél, Csákvár és Dunaújváros. Dunaújváros Pásztor Bertalan rendkívül aktív közreműködésével az egyik legjelentősebb és legaktívabb társunk volt. Én nagyon szeretném, hogyha ez a kapcsolat megmaradna. Én személy szerint is, mert több nagyon jó barátom lett a dunaújvárosi költők, írók között. Adja jó Isten, hogy ne szűnjön meg. Ugye 2022 az aranybulla évfordulón is ez egy fontos pillanat volt a társaság számára is, hiszen egy olyan kiadvány került az olvasók kezébe, ami azt hiszem, hogy meghatározza a Székesfehérvár, ha úgy tetszik, 800 éves múltját is. És ráadásul irodalmi értékeket közvetítve. Igen, hát valóban így van. Nem tudom, hogy ítél meg minket a város irodalom kedvelő közössége és a város közművelődését jelentő közösségek, hogy értékelnek minket. Ez is el fog dőlni. Minden esetre Cserpakovics András polgármester úr egy Facebook bejegyzésében megköszönte azt a munkát, és nyilván ezt majd személyesen is megteszi a kultúra és a polgármester. De nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy hogyan tovább. Tehát ugye részben egy új elnökség irányítja ettől a pillanattól kezdve, és nyilvánvaló ez a bizonyos értelemben a vár folyóirat sorsát is megváltoztatja abban az értelemben, hogy a szerzők azok maradnak, de Sebők Melinda vezetésével itt Várci Márkot említeném, P. Maklár Éva maradt, és Várci Márk, és két új alelnök segíti ezt a munkát. Hát én ígéretet kaptam arra, hogy tovább szerkeszthetem a várat az eddigiek szerint, és jó részt azokkal a szerkesztőtársakkal, akik eddig is mellettem voltak és velem voltak. Az élet változó, úgyhogy az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján föl kell készülni arra is, hogy mindenét meg kell küzdeni. Ezért is. Azért végtelenségig persze az ember nem fog harcolni, mert rámegy az egészsége meg. Van benned azért szomorúság, hogy most így ezt a feladatot már nem te végzed? Lajos, én erre fölkészültem, mert legalább egy éve én már elhatároztam, hogy 78 évesen már nem fogom tovább csinálni újabb 5 évig. Arra nem nagyon lehet fölkészülni, hogy amikor az ember ilyen helyzetbe kerül, akkor bizony nem tömény jó indulatot és segítőkészséget kap. Hát előjönnek olyan akaratok és szándékok, amire az ember egyszerűen nem számíthat, mert nem számít különösen olyan emberektől, akik a 15 év alatt mellettem voltak, együtt voltunk, segítettük egymást. Én nagyon sok embernek segítettem, ezt merem mondani, költőknek, íróknak, nagyon sok embernek, és nagyon sok embert próbáltam a társasághoz vonzani. Hogy is mondjam neked, egy értékes vár előtt több a jumultság, mint egy értéktelen elhagyott vár előtt. Megértettem. No, hát én azt kívánom valamennyi Székesfehérvár irodalomkedvelő és minden irodalomkedvelő nevében, hogy azért folytasd a munkát, hiszen a várra szükségünk van, arra is, amit írsz, arra is szükségünk van, és én köszönöm azt a másfél évtizedet, amit elnökként töltöttél, meg azt a több évtizedet, amit egyébként is íróként, költőként tettél értünk, és hát bízom benne, hogy azért a Vörösmarty Társaság munkája jó kezekbe került, és folytatódhat. Egy nagyon fontos személyes sikeremre hadd térje ki. Elhelyeztünk a Kossuth utcai székházunk belső udvarának a falán
egy emléktáblát, amin az van, hogy a Vörösmarty kör és a Vörösmarty társaság néhai íróinak, művészeinek tiszteletére a hálás követők. Ez egy nagyon fontos, azt hiszem, nagyon fontos bizonyítéka annak, hogy mennyire szeretjük ezt a Vörösmarty társaságot és az elődeinket ezzel a nagyon-nagyon szép Kocsis Balázs által készített emléktáblával. Köszönjük nekik és gondolunk rájuk. És én elvállaltam azt, hogy ezen az emléktáblán elszáradt koszorú soha nem lesz. Történjék így. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm. Kedves nézőink, fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Bobori Zoltán volt, díszpolgárunk, aki immáron nem a Vörösmarty Társaság elnöke, de költőként, íróként nagyon is jelen van Székesfehérvár a megye, illetve az ország irodalmi életében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.